Csácsom és ötészt a csokoládé, szia, hello, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Következő Farming Simulator 22 videóval. Végre mondhatom azt, hogy következő. Egyébként beraktam én egy olyan modot, vagy nem is egy olyan modot, hanem egy ilyen config file módosítást, hogy nagyobb hó lehessen a játékban, ne csak kicsi. Hát lehet, hogy túllőttem a célon, gyerekek, már lassan térdig érő hóba caflatunk itt, de hát nem baj. Ja, az előző részben, amit fát kidöntöttünk, az nem javult meg, úgyhogy azt kellett csinálnom, hogy be kellett oda gameplayen kívül, gyakorlatilag annyit csináltam, hogy azt a nagy rönköt be kellett raknom a fűrész áru malomba, egyszerűen nem lehetett vele semmit csinálni, nem akartam itt hagyni a mapon se, úgyhogy ennyi könnyítés keletkezett, hogy most azt az egy fát nem a teherautóval vittem oda, hanem bevittem gyakorlatilag kiézbe. Na, gyerekek, akkor csináljuk tovább azért a munkát, mert akkor fel kellene tölteni a raktárat, mert ugye itt van 14.120 liter fánk van, és 16 liter bútorunk, és még mindig nem jöttem rá egyébként, hogy ez hogy működik, hogy értékesítés, elosztás, tárolás, hogy ez mi? Az értékesítésre rakom, akkor az instant el lesz adva. Na majd figyeljük, jó, 25 liter, vagy 25 eurónk van, egy kicsit beállítom, hogy menjen az idő egy ilyen ötös sebességem. Maximum majd alszunk ilyen, de ugye úgy van beállítva, várjátok, azt lehet, hogy én át is állítom, hogy ne úgy legyen beállítva, hogy egy nap rádió, kamera, környezet, hangerő, várjátok, az hol van? Nehézségi szín, közlekedés, éjszaka, napok száma havonta, legyen mondjuk négy nap, egy hónap, jó? Ne az legyen, ezt maximum majd átállítjuk, de ne az legyen, hogy minden nap másik évszak, az szerintem annyira hülyeség lenne. Mert értétek, most akkor mindjárt este lesz, akkor hónap, meg már december, vagy március. Február után március jön, az jön, ugye? Jaj, az jön. Na, veretjük neki, mint a veresegyház. Jaj, de jó, előre fel kell szeletelni, Keeper, ennyi eszed nincs. Mert ugye mindig hülyeségek. Hoppá, ez meg már jó nagy. 170 kilós, ezt fel is rakom szerintem. Raccoon City, így. Ütközésig azt akkor el tudom itt vágni, oda nézni testvérem. Úgy, és akkor a másik részét is visszük. Na, gyerekek, még vágunk fát majd, és akkor tényleg az lesz, hogy egyébként nem túl halk a játék. Szerintem egyébként lehet, hogy halk, nem tudom, hogy azt tudom-e itt állítani. Hangerőt azt lehet valahol? Hangerő 60%. Rakunk egy 70-nek, jó? 80, 70. Nem tudom, hogy nem akarom, hogy nagyon hangos legyen. Hát így még a legelső részekben, bocs, de ilyen kis nyögvenyelősen működnek a dolgok, de majd kicsit be fogunk pörögni. Vágok ki még fát szerintem, valami jó derék nagyot, és akkor azt még beviszem, akkor már elég is lesz. És ugye, hogy most már megy az idő, ja, írtátok, hogy 1000 literenként traklapon fogom megkapni a... Ne akadj fönn, nem akadj fönn, jó. 1000 literenként a bútort egy raklapon fogom megkapni, és ahhoz kell majd valami cucc, hogy el tudjam szállítani, homlokrakodó vagy hasonló. Hát, ami nincsen, gyerekek, úgyhogy meg körül kellene nézni. Gondolkoztam egyébként, hogy ezt a teherautót eladom, és akkor befektetjük másba, mondjuk valamilyen traktorba. Az állatok meg itt jönnek, gyerekek, jönnek. Várjál. Megkötjük, és akkor rátolhatunk. Itt a végét akkor már rászabjuk. Ugye mindig elfelejtem, gyerekek, hogy ide nem kell, váltanom kell. De nem baj, jó ez. Ide így. Oké. Okay. Tök jó, hogy van váltó. Nekem ez tetszik. Már csak annyiban, hogy mondtam, hogy... már csak annyiban, hogy nem kell... ez olyan hosszú, csak be van a hóba. Nem kell mindig nyílgázon közlekedni, nem kell 120-szal venni egy autóval, hogyha például tud 120-at. Egyébként van egy ilyen post-processing effekt a játékban, egy kicsit zavaró, olyan, mint egy ilyen bloom effekt lenne. Igen, ezt ki akartam izélni. Ki akartam mondani, ezt elvagdossuk, jó? Úgy. Elrendezem. Ja, jobb a fizika. A fizika az jobb, azt meg kell hagyni. A grafika az konkrétan semmivel nem lett jobb. Én legalábbis nem, azt mondom, hogy ez semmi.
Egyébként néztem valamilyen grafikai patchet már a játékhoz, vagy ilyen modifikációt, lehet, hogy felrakom, mert nem, valahogy inkább nem hogy jobban tetszik, mint a 19, hanem kevésbé. Van egy kicsi furcsa szájízzel. Itt már egy kicsit talán rövidebbre kéne, mert nehogy hosszú legyen, mert akkor ilyen tuskókat kell megint vágnom. Lehet, hogy alszunk egyet, és akkor legyen meg az 1000 darab bútor, 1000 liternyi, hát kilóba, akkor ne literbe számoljuk a bútort, az 1 tonna bútort legyártottunk, érdekes, mondjuk ez is, mi? Izébe kell. Jó, hogy nem izébe, köbméterbe számoljuk, mi? Régen volt, amikor bementünk a két ördög kocsmába, suli után, és akkor kértünk egy négyzetméter kis fröccsöt. A négyzetméter kis fröccs az azért volt négyzetméter kis fröccs, mert az asztal az 1 méterszer 1 méteres volt, és akkor igazából a kocsmáros né. Azért jó iskolába jártam mi. A két ördögbe mentünk utána, meg négyzetméter kis fröccsöt kértünk, most gondoljátok, a hülye. Hát ezt még felrakom, azt lespanizom szerintem. Az anyád, ráesett a lábamra. Akadjál már föl. Jó, és akkor már szerintem marad is. Úgy. Nincs vissza. Ó, brükibe volt! Ezt nagyon kell szoknom, hogy ezért, hogy mindig váltsak. Menjünk belső nézetbe. Folyamatosan megy az ablak törlöm, mert ugye esik a hó. Ja, és ugye 1 méterszer 1 méteres asztal volt, és a kocsmáros néha amennyi arra ráfért pohárba, a kis fröccs annyit hozott ki. Egyébként azért ittunk, mert ilyen pénztelenek voltunk még a középsuliba, és akkor ugye azt kellett csinálni, hogy a kis fröccs az ilyen 20 forint volt, vagy mennyi. Aztán azért ittunk azt. Egyébként miért nem tolattam eddig is ezzel így be, nem? Ez úgy egy kicsit feelingesebb, úgy. Ja, lehet, hogy a teherautót eladom, és annak az árán veszünk idejét. Veszünk egy traktort, meg egy pótot, vagy valamit. Egy olyan traktor lenne jó, amire tudok homlokrakadót tenni, hát bár mondjuk azt nem biztos, hogy kifogom. Az ki fog jönni. Nem tudom, honnan fogok pénzt szerezni, megmondom őszintén. Azt hiszem, hogy nincs faeladás a mapon, vagy én láttam rosszul, meg kell nézni. De én úgy láttam, lehet, hogy én vagyok a béna, hogy ezen a mapon nem tud eladni a fát. Gondolom szándékosan azért, hogy ne érezd magad jó, hogy egyből izé végtelen pénzt csinálsz a faladásokból. Na. Már csak 20 eurónk van, tök jó. Na, mindjárt is nézem, hogy hogy állunk. Hol vagy? Itt van. 1506 fa, vagy 15600 darab liternyi. És 41 liter bútor, hát ez sose, bazd, sose, és, ja, és faforgács az a melléktermék, ugye? De soha a bőrös életben nem fog elfogyni a gyerekek. Azt meg miért nem akarja berakni? Na, ez ilyen. Ú, gyerekek, ez lehet, hogy ez kevés lesz nekünk. Milyen, mit tudnánk még eladni gyerekek? Mivel tudnánk pénzt csinálni? Hol van ez az, ugye? Én ezt mondtam, hogy értékesítés. A vásárlás értékesítés. Ez mi az, hogy értékesítés? Ez mi az, hogy vásárlás és értékesítés? Mi az a két farm shop? Nem, hogy már ennyiért meg tudom venni, és annyira meg el tudom adni. Az ugye nem? Nem valószínű. Napraforgó, szójabab, burgonya, cukorrépa, cukorrépa vágott, gyapott, cukornád, magok. Nehogy már annyira adják el, ennyire meg el tudom adni, az érdekes lesz. Mondjuk, hogyha van is ilyen, akkor se fogok azzal semmiképpen. Tej. Miért van vásárlás és értékesítés? Ennyire eladna nekem? Ennyire meg vásárolja? Most a szilást, faforgácsot ennyire meg tudom venni, de ez valami hülyeség lehet, mert
Szóval megírjátok, jó, dízel. Ja, igen, akkor mindenképpen ez az, amiért adják. De nem ugyanannyi, bazza, a benzinkutó olcsóbb, mint a farmshopban, de durva. Útszóró show. Liszt. Kenyér, torta, vaj, sajt, anyag, ruhadarabok, cukor, méz, műzli, napraforgóolaj, mazsolák, szőlőlés, aláta, paradicsomok, eprek, csokoládé, deszkák. Itt a deszkák, ugye, de azt én tudom megcsinálni. A bútorokat, a farm, igen, a deszkákat tudok vinni az ácshoz, a bútorokat a farmshopba el tudom adni, de látod, nincs fa? Azt hogy, hogy nincs fa? Iszap, azt mondom, mi az? Kövek. A köveket azt mondom, tudom szeretni. Ja, értik. Ezt nem nagyon értem. Nem, esküszöm, nem értem. Komolyan. Ez nem volt ez az értékesítés, meg a másik. Mennyiért tudnám eladni a járművemet? Azt meg nézzük meg, gyerekek. Jó? Ezek vannak. Van egy autó kijelölés. 21 ezer pénzért tudnám eladni? És mennyiért tudnék venni egy traktort? 9000 él. És akkor meg maradna potkocsik. Ú, gyerekek, pont tudnék egy potkocsit, de sokra nem megyek azzal, mi? Erre a traktorra meg nem tudok homlokrakodót, gondolom. Mi van még olcsó traktor? Ennyi van. Oha. Hát igen, meg vagyunk lőve. Nem kicsit. Erre gondolom nem tudok homlokrakodót rakni. Hát erre semmit nem tudok rakni, bazza. Na gyerekek, ezt hogy most össze kell szednünk magunkat. Várjatok? Van egy ötletem. Van egy ötletem. Mennyibe kerül legolcsóbb homlokrakodó? 30 ezer. Nem jó. Kerekes rakodók. Jó. Teleszkópos targoncák, 56 legalja. Kompakt rakodók, 35 a legalja. Targoncák, 37 a legalja. Ah, gyerekek, hogyan szeretek én itt pénzt? Jaj. Na most aztán meg vagyok lőve. Honnan tudnánk pénzt szerezni, gyerekek? És a fát nem tudom, nem is veszik. Ajjaj. És akkor 1000-nél jelenik meg itt. Csak azt meg ugye valahogy fel kéne imádkoznom a portkocsira, mert különben nem fogom tudni eladni, ugye? Jól értettem. És 1000 liter az még csak... gyerekek, jól megszivattam magam azért. Most aztán futkorázhatok. Ezt a fát még levágom, azt lehet, hogy alszunk egyet. Sőt, lehet, hogy egy kicsit még gyorsabban pörgetem az időt. Igen, kellene váltani. Legyen 10-szeres sebességem. Jó, marha nagy a hó, gyerekek. De egyébként marha jól néz ki. Ja, hát nincsen semmi, abszolút. Ézeit el tudnám adni a Sheltert, nem? Sheltert el tudnám adni, de akkor mindenképpen meg kell gondolni valami olyan dolgot verni, aminek van, lesz is értelme. Mert ezt rettenetesen meg kell gondolnunk, gyerekek. Ide állok, ezt fölpakolom. Ezt jó, kicsire vágom. Most látszok, meg vagyunk keményen lőve. Ki kell gondolnunk, hogy hogy tudunk... Hé! Figyelj, állj! Jön a pénz, gyerekek, jön a pénz! Mert eladásra megy egyből a bútor, figyeled? Értékesítés van beállítva, több pénzem van, mint amíg volt. 142, gyerekek, jön a lóvé. Ne szórakozzál. Mit próbálom várni, hogy keresztbe fölférjem. 142, figyeljük a lóvét, gyerekek. 141, gondolom vonja is le ugye manüz költsége. És akkor nem kell elszállítanom, de lehet, hogy ha nem én szállítom, akkor lehet, hogy olcsóbban megy el, nem? Hogy miből lett nekem 141-em? Kevesebb volt. Erre kíváncsi vagyok most. Százegyven pénz, no gyerekek. Meglátjuk a mindjárt.
Az a baj, nem tudom azt is figyelgetni folyamatosan. Kíváncsi leszek rá. Huszonhárom liter bútor. De most értékesítésre van rangva, akkor mi az szar van? Ezt is rakjuk értékesítésre. De akkor automatikusan eladja, vagy mi a szar? Már tényleg nem bálom. Igen, meglátjuk, 35 van, 12-35. Elvileg 13-00, akkor majd meglátjuk, mert akkor fog ugrani. És a fát nem tudom eladni sehol, hát az egyébként gáz. Arra számítottam egyébként, hogy a fát el tudom adni. De most már nem akarok újra kezdeni, meg nem akarok más mentést, meg nem akarok becsitelni lóvét, meg nem akarok semmit magam ellen csinálni, vagyis úgy ellenem, hogy segíteni magam. Szóval megpróbálok boldogulni. Hát nem tudom, hogy lesz, és még ráadásul azt is ugye belevettem a szabályrendszerbe, hogy nem tehetek úgy, hoppa, még ott egy fa, hogy nem tehetek úgy, hogy bérelek gépet. Kíváncsi vagyok, 44 van, 12-44, hogy változik-e. És havas a kerék, tök jó. Tetszik. Na, izékor 47, 12, 47, mindjárt vált, meglátjuk, gyerekek. Oké? Okay. Kíváncsi vagyok. Kif, 49. Nem akarok nagyon pörgetni az időben, mert közben azért csináljunk is valamit. Hogy áll az üzlet? 37 és értékesítésre van adva, hogyan? De most mi lesz? Hú, ezért el tudnám adni egyébként a műhelyt. De azt nem, a műhelyt nem szabad eladnunk. Oké, gyerekek, a műhely az öregapánk öröksége, szóval azt nem adhatjuk el. Ez legyen ez egy ilyen szabály, oké? És hogy valahogy máshogy kell megoldanunk. Jó, mert pont itt a kő mellett üle tudok tolatni. Lespaniferezünk okosan. Hát én megint csináltam magamnak egy olyan kihívást, hogy az őrület. Sikerült megoldani. Keeper már megint a hülyeséget csinálja. Na, 59. Váltás. Igen, és el is akkor adja el. Minden órába eladja. Minden órába eladja. Amennyit termelsz, azt óránként eladja. Csak az a baj, már nem tudom növelni a termelést, ugye? Mert a következő az, ami van, az deszkából fát, fából, deszkából csinálna, ugye? És ez nem olyan jó. Hát ezt tudom csinálni, hogy butort csinálok, és akkor valami... De rettenetesen lassan nő. Úgy gyerekek, ez nem a legnagyobb üzlet a világon. Nem a legnagyobb üzlet a világon. Mennyi? Hogy állunk? 18 000. Még egy fát kicsapunk. Azért legyen még bőven. Nem tudom, hogy honnan lehetne még pénzt observálni. Jó lenne kitalálni valamit, csak nem tudom egyébként. Abszolút nem tudom, hogy mit lehetne. Mert itt nem látok semmi olyat, amiből mi pénzt tudnánk csinálni. A krumplim azzal mi van? Mert elvileg van krumplimám a földbe. Gondolom az... burgonya. Terménytutusok, növekedés, elfogyat, itt ebbe egyébként van, itt, húha, fantaszt igényel, igen, itt van krumpli, csak el van rohadva, úgyhogy azt cseszhetje, cseszheti a keeper. Ó, gyerekek, bajok nem kicsik, na ezt megpróbálom bedönteni pont a izé, gépjármű mellé. Ugye ezt úgy kell, hogy így válsz, és akkor pont onnan vágsz, viszont arra figyelve, hogy nagyon viszintesen. Elvileg a gépjármű mellé fog csapódni. Hát még elég messze is jó.
Nem lehet fátalodni, gyerekek, azért megszívotta magát a Keeper, mi? Annyira nem akarok pörgetni az időben, lehet, hogy oda csinálunk egy rakat fát is, és olyan, csak annyit tudok berakni, akkor lehet, hogy azt kellene, hogy kellene meg vágni annyi fát, hogy bepapolom. Próbáljunk meg minél többet felrakni erre az autóra, ne az legyen, hogy annyit kelljen fordulni. Egyébként valamit bekapcsolva felejtettem, egy ilyen power tools-t. Igen, a szupererőt rájöttem, mert az előbb megmozdítottam megmozdítottam az egész járművet. Ugye azt azért raktam ide, vagy kapcsoltam be, hogy el tudjam vinni azt a fát, jó, 123 kg. Akkor ugye van ez a... be van kapcsolva neked ez a super power, akkor gyakorlatilag bármilyen nehéz tárgyat tudsz cipelni, csak nem akarok csalni. Csak tényleg azért kellett nekem, hogy azt a bagolt fát el tudjam onnan vinni, mert ugye nem lehetett felszeretelni. Most srácok. Megpróbálom minél többet fölpakolni. Oké? Okay. Sőt, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy a rövideket az aljába, vágok hosszabbakat fölülre, és vágok karófát is, ne százszor kelljen elvinni mindent. Vágunk karófát, gyerekek. És így megpróbálunk most jó sokat fölpakolni, megnézzük, hogy hogy működnek itt a dolgok. A fizika része. Hát nem tudom, hogy fogunk kilábolni ebből a válságból, hogy 240 darab pénzünk van. Mert azért jó lenne elkezdeni ugye tavasszal, mivel most évszakok vannak. Jó lenne tavasszal elkezdeni egy kis komolyabb munkálatokat is. Na, itt kellene ebből egy ilyen kis karófákat vágni. Ezeket föl tudnám használni. Ezt ide rakom keresztbe, mert a hóba elsüllyed. Ezeket felállogatom. És akkor tudom használni. Ez milyen hosszú. Ide rakom, mert nem látok semmit belőle. Karófa vágás, gyerekek. Oké. Erre kíváncsi leszek, fel tudok-e karófát állítani frankon. Jó, ide is tolatok közelebb. Á, ez jó! Faszedés, gyerekek! Hát tényleg, mit csináljon az ember? Fát köszedni. Oké. Okay. Ilyen sebességbe raktam, az el ne guruljon. Mekkora hülye képer. Ja, az aljába rakjunk ideiket vastagokat. Valóban nagyon ki van találva, az a vastag fát az aljába. Amúgy jó ez a platós cucc. És ezzel tudok egyébként vinni, ugye, portkocsit is húzni. Ez hosszú? Essé bele, bazze? Ekkor rakni, gyerekek. Nem, nincsen. Ah, nincs mese, el kell pakolni rendesen. De jó, ez tetszik. Na most aztán fölpakolom az égig. Ne kell rakosgatni. Oda né, hoppá, pontosan belevágta a képer, mi? Hopp. Épp hogy be is feszül, jó van. Jöhet egy, ez 123 kilós. Ahogy tetszik ez a kis favágás, ilyen kis nyugis. De az elején nem fogunk egyből ez a zsírgazdagok lenni, ugye azt gondolhattuk. Oda kell a karófa majd ide. Na hát próbáljuk meg megállítani. Így gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Melyik a vége, az a vastag vége, jó? Hűha. Igen, jó lesz, kitaláltam. Na, miért nem mozdul? Man, hát az előbb olyan jó volt. És meg itt a hülyén az. Az a baj, hogy bele akar az oldalába, akkor nem tudod tovább fordítani, utána meg elrapul a pit. Majdnem azt mondtam a picsába, de azt akartam. Hogy? Na, ilyenre gondol. Ó, jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez. Oké, na, erre gondoltam egyébként. Most akár vegyél erre, csak... De erre gondoltam, hogy jó magasra fel tudjam pakolni. Most.
És akkor egy egész fát fel tudok rakni. Egy teherautóra, bár hogyha nem tudom elviszi, mennyire van megoldva itt az ilyen jellegű fizikai dolog. Ó, hát ez jó, jó ötlet volt, oda kötöttem. Oké. Okay. Bedugjuk ide. Ez meg túljött. Ja, azok a nagy böcekek azok nem a legjobbak ott alul. Gyerekek, ezt föl fogom rakni az összeset. Az biztos vagyok benne, komolyan. És rá vagyok mozdulva erre. És fököp pakolni. Úgy keresztbe így jobb. Föl ne düljünk, mi? 14 óra... 342 gyerekek, nő a pénzünk, jó? Azért nő a pénzünk nagy nehezen. De deszkát azt nem tudom honnan lehetne venni. Ugye deszkából is tudnék vútort. Lehet, hogy el kéne menni deszkát venni? Lehet venni deszkát valahol? Mert ugye nem láttam olyat, hogy lehetne gyártani. Ezekre egyébként írjátok kommentet, basszus, már sos fogunk rájönni, és akkor mindig nézhetitek itt a szenvedésem, hogy kitör nem jön rá, hogy a deszkát honnan lehet például. Oda nézzél, bazze. Na, most azért fölpagoltuk egy egész nagy fát. Ez nem volt szar. Oda né, oda né. Még ez az egy darab van, ugye? Azt meg is vagyunk, mehetünk. Meg volt támozva, átul, nem csurognak le oda. Hogy né. Ez egy kicsit lelóg. Jó. Oké. Okay. Ahogy van, gyerekek, mehetünk. Marha jó. Oké. Okay. Erről nem tudunk billenteni, de majd lesz olyan pótkocsink, amivel tudunk. Ez tök jó dolog egyébként, ez az épület, mert folyamatosan termeli a pénzt. De félő, én arra gondolok, hogy lehet, hogyha én minném maga eladásra, akkor lehet, hogy jobb pénz lenne, nem vágom ezt az egészet, várjál. Hol van a izé? Hol van a bútor? Itt van a bútor. 4090-ért veszik ennyi. 4090-ért veszik 1000 litert. Meg kell nézni, hogy 14.31, hogy mennyi lesz nekem. Eladó, 24 liter fél óra alatt, akkor 50 liter, ugye 1000 liternél adna 4000-et, akkor 50 liternél, 100 liternél adna 400, akkor olyan 200 kéne adnia, 50 liternél. De majd megfigyeljük, jó? Jó, hát ez nem egy nagy pénz, de a semminél mindenképpen jobb lesz. Egyébként lesznek modok a játékban, reféljetek. Csak még egyelőre nem, figyeljetek, levegyek erről a hóról, rendesen ugrat egyet. Azért, mióta esik a hó? Kicsit előbbre. Ennyi. Espanizás. Ja, hát sajnos nem tudok billenteni ezzel a kotlával. Hátsó ajtót le tudnám nyitni, de hát... Az nem egy olyan nagy eresztés. Nye. Gyerünk, szórjuk le! Úgy. Ha tele lesz a... Nem tudom deszkát hordod a szarból lehet szerezni egyébként. Ugye ránézünk a deszkára, hogy az hordnan van. Bútorasztalos, öregapánk bútorasztalos műhelye működik. Frankon. Oké. Ránézek, hogy mennyi. 21 ezer van be, úgy látom, hogy nem tudom, 30 valahány ezeret lehet talán bepakolni. 21 ezer, vagy 30 ezeret, 30 ezeret. Jó, bútor 36 liter, szerintem egy 50-et fogunk eladni. 36 fából csinál 45 bútort, és 1,2 forgácsot. Ugye forgácsot is tudnék gyártani? Nem, ez csak így működik. Értékesítés, értékesítés, jó van. 51 van. Ez van, ebből a gyárból egy pénz jön ki sajnos csak. Viszont ugye, hogyha aludnék vagy pihennék, akkor több. Hát sajnos gyerekek, ez a két rész, ez úgy látom, erről a favágásos históriáról szól. De még akarok hozni be, hogy legyen bővebb, meg... És az ugye ne kelljen, később akkor nem kell beordani fát. Most azt tudjuk csinálni. Valószínűleg, hogy fogunk egyet aludni esetleg holnap reggelig. Azt akkor tudunk esetleg traktort venni. És elkezdhetjük, nem tudom szántani mikor lehet például.
Meg ugye a vetési dolgokat, azokat írja, hogy mikor, de, hogy például szántás, hogy ilyesmi mikor van, azt nem tudom. Itt vannak az őzek. Futnak. Itt mennyi üzem van, gyerekek? Ezt a picit is ki kéne vágni, csak nem nagyon tetszik nekem ez. Ezt a nagyot kidöntjük oda. A kocsi elé fog érkezni. Kocsi elé fog érkezni, gyerekek. Hoppá! Hallod? Azért. Az öreg rutin az. Mennyivel ment a kocsi elé? Hány centivel vajon? Kíváncsi vagyok. Hát azért nem is látta most a kocsit, úgyhogy akkor elég messze. Azt hittem közelebb. Ó, hát ez nagyon könnyű, laza volt. Meg kéne próbálnom úgy is pakolni, hogy az most egy másik pakolási módszert. Tömeg 1,5 tonna egy ilyen izaja. Egy ilyen fa. Igen. Most egy másik pakolási módszert fogok. Az aljába vastagok, a tetejére hosszúak, de kilógadva, előre hátulra. És egy ilyenbe gondolkozok. Oké. Ennyi kb. Megy az aljába, ez 4 darab rönk. És akkor innen már picit hosszabbodunk. Bírja? Bírja, pont bírja. És hát itt nem lesz olyan jó szerintem. Nem leszünk hatékonyak. Itt ki kell vennem a hóból rárakni ide keresztbe, mert nem látom a végét eskü. Jó. Kezdjük hátul, betolatok. Na, akkor hosszába gyerekek, hopp. Hopp, hopp. Hát ezt lehet, hogy keresztbe kéne ide. Az a baj, ez a kerékjáró ívek miatt nem nagyon lehet oda pakolni. Hát lehet, hogy keresztbe lesz, inkább akkor kilógatjuk keresztbe. A keresztbe a módszer jobb volt, csak most nem rakok karófát, megnézzük, hogy így is fölfér egy fa. Nem rossz ez a gép egyébként, tetszik ez a Lizard. Elég autentikus is. Egyébként rengeteg módot szedtem le, de leginkább a balansz miatt nem akarom berakni, mert van értéke olyan, hogy rávas tigert meg tud venni 8000-ért, amikor meg a legkisebb traktor a játékban meg 9, és akkor ugye nem nagyon lenne értelme, hogy egyből a rávas tigerekkel futkozok. Kicsit ismerjük meg a játékot, lássuk át, utána majd csinálunk modolt sorozatot is. Jó, hát néhány módot azért alkalmazunk, mert miért nem, itt tudom, ilyen vetőgépeket, de normális árba, esetleg traktorokat is normális árba, de ne az legyen, hogy ilyen végtelen mennyiségű modolt kacat legyen benne, amikor majd nem is használjuk, hanem élvezzük ki a játékot! A játékot! Jó, alakulunk. Tök jó. Egyébként nagyon tetszik ez a map. No Man's Land, beütöttek aztán. Ez az egy ilyen map van, azt hiszem eddig még Farming Simulator 22-höz. Másik verziókhoz egyébként van egy csomó. Hogyha FS19-szel akkor játszatok is. Mert igazából annyi ennek a No Man's Landnek ugye az értelme, hogy nincsen semmi a mapon, neked kell teljesen mindent létrehoznod. Még egy büdös földünk sincs. Hát egy földünk van, igen, de az mondjuk kezdésnek jó lesz. Szeretnék egy kicsit úgy játszani, hogy tényleg elérni valamit ebben a játékban, nem csak kökörködni. Az olyan régen volt, az olyan régen volt. Ezt elosztjuk ketté. És föl is fért. Fölér ez karófázás nélkül is. Közúton nem megyünk, úgyhogy nem lesz semmi gond. Na. Le van ködve ám, gyerekek. Na, lehet ő. Egybe itt ilyenkor elkecsegek, nem megyünk gyorsabban. De ebben a hóba mászkál, és ez tök jó. Ez tetszik. Ezzel engem meg lett véve a
Keeper meg lehet véve, hogy fogba lehet játszani. És ráadásul, hogy meg is marad ilyen tök vastagon. De hallod, már kutnak a idejéig ér, a tetejéig. Ja, Jézus úr. Ja, legelőször ugye egy eke kellene. Hú, hogy csúszott a kerék. Kéne egy eke meg egy traktor, mert anélkül nem igen fogunk dolgozni. Egy eke meg egy traktor, ez a kettő kell. Tizenöt óra 53. 440 pénzünk van, gyerek. Figyeljetek, na várj, megnézzük, ránézzük most. Mennyi időnk van? 41 literünk van. 41 liter, ugye? Azért azt egy ilyen 100 valamelyet fogunk érte kapni. Viszont ez egy oké, hogy elég sokat kell vele belózni, de legalább jön a pénz folyamatosan. Tök jó, nekem ez tetszik. Na figyeljetek. 440 szerintem egy olyan 580-ra föl fog menni. 580-ra. A pénzünk. A pénzünk. Na, 542, hát majdnem tévedtem. 24 ezer. Igen, és akkor tényleg annyi kerül be, ahány kilós a fa, mert ugye néztük, hogy az a fa 1,2 tonna volt, tehát 1200 kiló, és annyival is növekedett itt, úgyhogy jó, ki vannak számolva a dolgok. Tök fain. Jó. Mennyibe kerülne egy traktor meg egy eke? Hogy el tudjunk azért kezdeni gazdálkodni a földön. Várjál csak, P. Kis traktor 9500, és ez 25 horsepower. Gyerekek, hol ez baj? Azt ne felejtsük el ugye, hogy például az elektrikes traktoroknak nem benzinkút kell, hanem nekünk kell csinálni a töltőállomást. És akkor nézzük az ekéket, talajlazítók. Valamelyik ekek helyett is működtethető, ugye azt ne felejtsük el. De nem is kellene nekem eke? Vagy de azért kellene? Nem kellene. 20-20 lóerő? Jézus Isten, ekék. Jó, azt hiszem be kell modolni, mert itt úgy látom, fogok berakni valami retroekét, mert ezzel nem fogunk ezzel a kis traktorra mi szántani. Mindenképpen rakok be ekéket. Eke helyett is használhatod, igen, ezt is. Eke helyett is használhatod. Az jó dolog egyébként, csak ez egy kicsit baromi 120 lóerő kell neki. Mondjuk lehet, hogy elviszi a 20 lóerős traktor, csak nem túl fürgén mi. Most nagyon gondolkozok, lehet, hogy meg is kéne vennem azt a trakit. Trakit kéne venni, és majd bemodolunk egy ekét. Hát figyeljetek, vegyük már meg azt a trakit, mert most biztos, hogy nem tudom megvenni a trakit. Jobb azzal azt beszéltük, hogy ezt eladjuk, ezt a lizardot. Na figyeljetek, estig dolgozzunk, még azt alszunk egyet, megnézzük éjszaka mennyit termel. Viszont még valami nem tetszik nekem, ne menjen ez ilyen gyorsan az idő. Még mindig nekem azt mondom, hogy ez gyors, 4 nap, 5 nap, napok száma havonta. Legyen 8, jó? Mert úgyis majd elég gyorsan megy az idő, ne az legyen hónap után meg már izéni kell, vetni kell, mert nem fogunk tudni amúgy se. De a hó az akkora. Jó. Mondjuk még egy fordulót beviszünk, 16 óra 23, és akkor alszunk egyet, és akkor éjszaka is túl... Én gondolom éjszaka is dolgozik az a műhely. Elegen, nagyon kemények vagyunk, egyébként pólóba dolgozunk. Át kellett volna öltözni favágó cuccba, baze! Ja, autentikusak legyünk, de jó legyen. Oda nézz ezt a fát, milyen vastag. Ott a bees, ott ez a szélső is mostak, az lesz a jó. Egyből ide tolatok már idejére. Ide. És akkor a tuskó. Úgyis itt kezdjük el rakni. Oké. Okay. És akkor megpróbáljuk szépen mellé dönteni arra. És nehogy, lehet, hogy fönn akar, nem? Megpróbáljuk. Talán nem akar fönn. Ez nagyon vastag, gyerekek. Na jó vastag, mint a másik volt. Megkettjen a stílba az... Ne! Nem mondod, hogy megint! Megint bebugol, megőrülök, el kéne vágnom középen majd. Ha minden részben bebugoltatunk egy fát, az úgy jó buli lesz, mi? Melyiken akad fenn? Ezen akad fenn, amelyik itt van alattam. Lehet, hogy azt kéne, kivágom azt is. Hallod, ezek a brutál magas fák, ezek... Ez nagyon durva, azt tudom, hol vagyok. Jézus Isten, odané.
Azt mondom, hogy ezen akad fenn. Ezt lehet, hogy kicsapom. És akkor megoldódik a gond. És akkor ezt meg úgy kéne kivárni, hogy ne akadjon fel. Erre kellene. Remélem, mi jól fog működni. Hát ez pont ellentéteset. Jó. Megoldódott. Oppa. Ajaj. 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 Jó, oké. Farming Simulator fizika nem hagy minket cserbe. De ezek brutál vastagok, te. Oda néj mekkora, hallod? 3,8 tornás fa. Az előbbi 1,2-es volt. Te ebből nem merek vastagabbat válni, mint egy ekkorát. Hány kilós lett? 225 kilós, nem is bír. Még mindig nem bírja, hallod? Azt a rohadt. Bakker! Ahogy ilyen tuskókat tudok... Ha figyelj, ezt belerakom ezt a tuskót. Kilóg belőle félig, dik. Hátulját leterelem, bal a jövő. Fölemelkedik az elejét. De durva, nagyon durva. Ezek aztán nem kicsik. Megpróbálunk egy ekkorát, hát bízzunk benne. 33 méteres lucfenyő volt. 3,6 tonna. Jó, ezt most már bírta. Hát ezeket a böszmelet tuskókat ide bevágdosan. Aztán majd valami lesz, nem? Egy izébe kell volna, föl kell volna építenem tuskóból így, így magasat, és akkor azt lekötni hátuljába. Lehet, hogy azt mindjárt várja, átrendezem. Ah, igen, izéltem, vagdoltam egyébként így fát. Mindjárt átrendezem, figyelj, megold, kitaláltam valamit. Egy tuskóból csinálni kettő ilyen, ilyen magas valamit. Ugye, ugye. Ez oda, ez befér mellé? Jaj, az lenne jó beférne, de nem fog beférni mellé. Valahogy kettő tuskó elfoglalja az egész platót, nem fér be. Akkor mész rá. Egy. Ez a tuskó mehet mellé, talán befér. Azt a betyár mekkora. Nem férnek be, az akkorák. Dík! Ez kicsit erős, nem? Jézus Mária! Szent József! Ilyen begondolkodik a keepere. Ne! A rohadt életbe. Úgy kéne rakni, ahogy van vágva. Hogy befeledőljön. Gyerekek, kezd levenni a nap, nem? Vagy nem tudom. Ó, te fiú, hogy mindig leesel, hallod? Már meg utálom az ilyet. Mert nem tudta vazza, a fűrészes normálisan ne vágni egyenesen, nem így, mint a ökörhúgyozás, vazza. Úgy van, ne vágva, mint az ökörhúgyozás. Az a baj. Na, erre gondoltam, ezt lekötöm ide, aztán akkor lehet szórni mögé, mint az atom. Még egy dobhatnék rá egyet. Jézus Isten! Ide, mint a mozdonyba, azért rádobok egyet. Úgy. Ez az, erre gondoltam-e? Az mögé lehet szórni, ne vicceljél. Jó. Ez még már csak 3,3 tonna. Gyerekek, ezt ráraknám az összeset erre a lizadra, aztán elfosszognának a gumik szerintem. Megpróbáljuk? 3-4 tonnát felpakolni a lizádra? Hát miért ne, nem? Csak ezt meg még hova rakom már? Halljátok gyerekek, már kezd levenni a nap. Korán sötétedik itt Szibériában rohadt életbe. Jó, hát rakom ahova tudom. Az égig. Édesapám szokta annól mondogatni, hogy ó, nekem olyan volt a traktorom, fement volna még a Sinai hegyre is. Ha tudod volna. Így vidik hozzá. Ha tudod volna. Szokta emlegetni. Még a Sinai hegyre is fölmed volna, ha tudod volna. Álljál már arra mész az apád. Légy szíves. Na úgy jó, van akkor is vagy. Hát lehet, hogy ezt nem kell felpakolni, mint ezek a tuskók, ezek eléggé viszik a helyet, nem?
Eléggé viszik a másik oldalra is kéne pakolni, vagy nem tudom. Az a baj, hogy ezek olyan nehezek már így default ilyen picibe is, hogy nem lehet hosszúba vágni őket. Ide berakjuk ezt. Ez a... mi ez? Azt hittem a hókája, vagy nem az volt? Nem ez a kivágott fa. Szerintem a hó alatt még fogok találni ilyen hókákat. 17.31, lassan lemegy a nap, gyerekek. De figyelj, már 635 pénzem van. Azért a munka megéri. Meg ugye, ez folyamatosan fogja nekünk termelgetni a pénzt. Szépen szolidan. Úgyhogy jó lesz ez. Amint behordunk egy csomó fát, ugye ez akkor folyamatosan hozza a zsét. Nem nagyon kell gondolkodni róla. Később pékséget. Hú, te nem hiszed-e 203 kiló, hogy a villám nem vágta meg. Bekanyarítok belőle egy csikot. Egy fűrészcsapát. Figyelj, milyen... Az el is tűnt. És tűnt, mert ilyen kicsi volt. Szó szerint az ment a levesbe, forgácsba. Hú, gyerekek, ez lehet, hogy egy kicsit erős lesz, nem ennek a gépnek. Nem gondoljátok? Azt a betyáros. Betyáró isteretet. Hát, ezt nem fogom elvinni egybe. 2,5 tonna, hát most már felraktunk 1 tonnát arra a gépre. És megint 219 kiló, nem hiszed el. Olyan vastag, hogy ez még mindig ilyen kicsibe is rohadt nehéz. Jó, mert ilyenkor eltűnik az a darab. 203 kiló, ne csináld velem, ne csináld! 200 kilós darabok. Tönkre teszem a láncot. Úristen, sötétedik, bazd. Ez nem jó buli. Rakjunk egy plató kabinra is, hogy mit csinálják. Ez nem lesz lekötve az a baj, úgyhogy ez nem nagy üzlet. De figyelj, többet nem érdemes fölpakolni, mert úgyse fogom tudni elvinni, ugye? Éha. Keeper így ránézett, éha. Mindjárt jönnek a zombik. De te írd be még, felmegy ez? Oh, shit. Rám esett. Nem érje a közö... Nem ért el a középsőt. Na majd most. Jó, oké, menjünk a francba, mert ez így nem lesz nekünk annyira vidám. Visszakapcsolunk. Lámpa. Na most meg már kell. Zúg az ablak törő, de jó. Megpróbálok átmenni ezen a fán. Ó, ó, ó. Jó, át. Jaj. Jaj, jaj. Jó, átmentünk ugye a fának a végén. Sötétedik, gyerekek. Nem kicsit. Azon meg fönnbom vagy egy tonna, úgyhogy frankó. És fúj a szél keresztbe, bazza, hordja a havat, tök jó. Nem néz ki rosszul, hát nem is jó, most egy next gen játékhoz képest azért. Azért nem egy nagy eresztés a grafika. Kb. Ugyanaz, mint a 17-be, kicsit feltuningolva. Ide betolatunk. Megy a munka ez erre. Ezért kellene, hogy nyomok egy féket, le, és lesparidok. Úgy. Erre gondolt a keeper. Komolyan. Ezt így terveztük. Jó, hát ezt muszáj még lerakni. Muszáj még itt a munkálkodni. Ja. 734 pénzünk van, megindult a munka. És el se kell vinnünk, de egyébként az lenne a frankó, hogyha el is vinnénk, mert az úgy valahogy nekem jobban füllene a fogam, csak ugyanúgy nincsen most egyelőre mivel elvinni, szóval most egyelőre nem viszünk semmit sehova. Oké. Okay. Jó, mehet. Mennyin van? 27, ez a konkrétan tele van. Jó. Akkor elmegyünk aludni egyet, jó? Bejárunk a géppel és a helyére. Ne azzon fazzon. Ah, behordja a szél a havat. Nyitva felejtettük az ajtót. Oké.
Alszok egyet, kíváncsi vagyok erre az alvás dologra is, azt sem tudom, hogy hogy van. A villanykapcsoló, nincs barátim. Oké. Egyébként nincsen valami téli ruha, bazzá, hát megfagyunk, gyerekek. Valami téli ruha, vagy valami csoda kéne. Készes. Nincsen valami. Ez a készes, ez jó. Ez tetszik. Vagy ez nagy kabát? Nagy kabát legyen, gyerekek. Meg valami csizma, bazzá, mi vagyok? Ez az. Hát tél van, bazza, meg sapka is, olyan, így van feljöltözve, meg napszemüveg, ne őrítsél meg, gyerek. Egy jó meleg sapkát is kaptál föl. Mondom valami más, ez az. Apám, télen így kell kirézni. Kesztyű, meleg kesztyű. Jó, az van, látom. A szemüveg helyett meg ilyen munkavédelem is, úgy. Hát ne szórakozzál. Na, aludjunk. Hány órát aludjunk? Aludjunk 18 óra 26, hogyha alszunk 12 órát, akkor reggel lesz, ugye? Akkor reggel 6 lesz. Jó, akkor 12 órát kéne aludni. Nem lehet 12 órát aludni. Korán kell kelni, gyerekek, jó? Lehet, hogy a havazás is eláll, nem tudom, nem néztem az időjárást, találta a havazás, de jó. Emma egyszer jó. Azért nem örülnék neki, hogyha tavasz lenne olyan hamar, mert 9 órát aludtunk, és délután 9, vagy 9 lett, 10, nem értem ezt. És március 1-e van. Ó, gyerekek! Akkor meg be is szívtunk. Meg ugye kellene, mit tudom én, mit csinálni, vetni, vagy mi a szar. Márciusban már bazd meg, zabot. Ó, te fiú, mindent kellene. Március vagy április. Március vagy áprilisban már bazd, baj van, bazd. Ajaj. Hát akkor beszívtunk. 1400 pénzünk van. Akkor el kell adni mindenképp mindenképp el kéne adni a Lizardot. Kéne venni egy traktort. Kell venni egy traktort, meg egy jó ekét. Legalább tudjunk szántani, vagy mit tudom én. Ó, Isten. Hát van baj rendesen. Ebben mennyi maradt ebbe a cuccba? 27. Jó, hát ez igazából egy darabig elég lesz. Viszont pénz az jött. De ilyen jó kis kellemes idő lett. Már szereti a Keeper. Viszont, igen, viszont kell dolgokat csinálni. Olvadt a hó a tetőről. Itt ilyen nagy hó volt a tetőn. Úgyhogy valószínűleg akkor olvadni fog. Igen, van egy csomó melónk, és nincsen pénzünk. Úgyhogy írjatok tippeket, hogy milyen munkába fogjunk bele, hogy fölmunka, hogy ezt csináljuk még egy kicsit. Az a baj, hogy március 1-e van, kellene lassan már ültetni, basszus. Nem, hogy szántani nem tudunk, meg nagy a hó, meg mi van. Március 1. Bazza, megőrülünk. Na mi legyen? Írjatok. Köszi. Sziasztok. Csáá.